mindig örömmel jövök haza, örömmel vagyok itthon, és most valóban megtiszteltetés, hogy itt Mezőberényben itthon beszéltek ezekről a dolgokról. Nem véletlenül mondom azt, hogy itthon. Körülbelül 10 évvel ezelőtt fizikai valóban elköltöztem Mezőberényből ugyan, de itt jártam iskolában, óvodában, barátok, ágas-bogas családok, akik szép számon itt ülnek, mind a mai napig itt élnek, és számtalan élmény köt ide, úgyhogy igazából ha a Mezőberény tábla mellett eljövök autóval, akkor mindig úgy érzem, hogy megérkeztem. Az első gondolat az, hogy így visszagondolva, milyen sok kisebb-nagyobb momentum van az életemben, ami mind a mai napig jól lehet Mezőberényhez kötődik, de mégis jelen van az életemben is, és itt-ott kisebb, valamikor nagyobb mértékben meghatározza azt, hogy mi fog velem történni. Nagyon sokan és sokszor okkal panaszkodnak akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy olyan hátrányos helyzetű térségekben élnek, mint például Békés megye is, ugye nem titok, nem egyszerű a térség helyzete. Ugyanakkor visszagondolva az életemre, én azt mondom, hogy történnek itt ma is, és annak idején velem is történnek olyan jó dolgok, amik hát pozitív módon határozzák meg az ember életét, amikre lehet építkezni. És ha megengednék néhány ilyen momentumot, ami eszembe jutott, amikor ezen a rövid előadáson gondoltam, hogy ezt megemlíteném, elmondanám. Például azt, hogy a gyerekként ide a 2. számú általános iskolába jártam, és volt szerencsém orosz tagozatra járni. Ez biztos sokan vannak itt, akiknek ez mond valamit. Hát ezt nem állíthatom magamról, hogy én lelkes híve voltam az orosz tanulásnak, meg az sem nagyon szorgalmas lettem volna belőle, de hát papi volna orosz tanárnőnek az odaadó munkája révén mondhatom, hogy kőkemény alapokat kaptunk ennek ellenére oroszból, és ezek az alapok olyan jól sikerültek nekem legalábbis, hogy aztán a középiskolás éveim alatt a Deminel, a tanárnőm, nem Mezőberény, csak megemlítem a nevét, ő gyakorlatilag egyfajta csillagként tekintett rám, mert hogy velem tudta egyedül oroszul kommunikálni az orosz órákon, a 4 középiskolás év alatt, a többiek azok sekélyesek voltak egy kicsit, és hát erre mind a mai napig büszke vagyok. Aztán rengeteg más apróság jutott eszembe, mondhatnám a egykori felsőoktatós osztályfőnökömet, a Hanó tanárnénit, aki első segély hát szakkört vezetett. Nem tudom megmondani, hogy kerültem oda, de ott voltam. És a lényeg az, hogy néhány iskolatársammal egyetemben rendszeresen részt vettünk különböző megyei versenyeken. Nem tudom megmondani, milyen eredményeket értünk el. De ami miatt ez fontos lett aztán az életemben, hogy alapvetően a hajózás során, de később is egyébként kerültem olyan helyzetekbe, amikor sebellátástól a kartűrés ellátásán keresztül újraélesztésig egyszer csak belecsöppentem a valóságba, és az, amit annól megtanultam itt Mezőberényben, az segített abban, hogy másoknak segíthessek. Mind a mai napig megvan egyébként bennem ez az egész történet, és ez is egy olyan apróság, ami hát eleve nem él bennem. Mérnök ember lettem, egész életedet műszaki beállítottság voltam, ezt hangsúlyoznom kell. Ugyanakkor egy fontos eleme, egy fontos oszlopa az életemnek az a humán alapműveltség, aminek az alapjait szintén itt Mezőberényben, a iskolában építették fel bennem. Most mondhatnám a serfőző tanítónéni nevét, vagy a Vinya tanárnéni nevét, akik alsó tagozatban, hát tették meg a magukért, és komolyan mondom, nem most találtam ki, le is írtam ide, Körösi tanár úr, aki azt hiszem, ugye ott ül, hát ő magyarul is történetből pallérozott, és én szerintem azt, hogy megszerettem az olvasást, az irodalmat mérnök emberként, vagy ennek dacára talán, azt nekik köszönhetem, és ez mind a mai napig tart is, és kísér, és kapukat nyitott meg a világban, amiken keresztül az ember aztán másképpen látja ezeket a dolgokat. Hát itt most bizony két előadást hallhattunk a mai napon itt a Városháza dísztermében, és az elsőben Litvai Jánostól hallhattuk azt, hogy hát nem akármilyen pálya, életutat jártál be,
Hát szinte bejártad a hajózással kapcsolatos összes lehetséges variációs lehetőséget. Igen, az életnek is néhány részével közelebbről sikerült megismerkedni a hajózással, meg hát igyekeztem 25 éven keresztül, és ahogyan a MÁV-nál szokták mondani, az a legszebb pálya, az a legszebb ív, amikor valaki mozdonyfűtőként kezdi és vezérigazgatóként végzi. Hát én nyugodtan mondhatom, hogy a Mahartnál matrózként kezdtem, aztán igazgatóként végeztem, ha úgy tetszik. Tehát te akkor végül is soron meddig laktál Mezőberényben, és egyáltalán mondjuk honnan jött neked ez a hajózási őrület, mert én így családi kapcsolat révén ismerlek téged, és hát már akkor hajós kapitány voltál, ugye a testvéremmel voltatok ti igazán jóban. Igen, így van. Mezőberényben gyakorlatilag 67-től a születésemtől egészen 2008-ig laktam, legalábbis állandó lakcím szerint. Ez azt jelenti a valóságban, hogy középiskolán, műegyetemen nyilvánvalóan itt laktam, de hát a legtöbb időt nem itt töltöttem. Aztán a munkám, a hajózás sem igazán volt ebből a szempontból, mondjuk úgy, hogy felhasználó barát, mert ugye szintén itt laktam, de az év nagyobbik részét azt a vizeken, meg a hajókon töltöttem. Amikor a hajózás 97 végén befejeztem, utána 5 év külszolgálat következett, az állandó lakcímen továbbra is Mezőberényben volt, a legkevesebbet tartózkodtam sajnos itt, többet inkább Ausztriában, Németországban. Aztán amikor hazaköltöztünk 2002 végén, Mezőberénybe költöztünk haza, de hát a cégnél maradtam, és Budapesten a központban kezdtem el dolgozni, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig nem voltam itthon, ellenben péntek délután mindig jöttem, és hétfő hajnalig itthon voltam, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy 2008-ig nem csak papíron, és nem csak cím szerint, azért a valóságban is igyekeztem minél többet itt lenni. És azóta? A 2008 óta Budapesten, illetőleg most néhány éve már Budaörsön lakom. Más kérdés, hogy ez a Budapesten lakás is úgy működött, hogy az első kicsivel több mint 3 évet, azt gyakorlatilag hétfőtől péntekig Bécsben napközben és este meg reggel ingázással töltöttem, jártam oda-vissza. Az a bizonyos Bécs-Budapest maraton. Ezt többször lejártad egy nap. Én is, meg az autó is. És igen, úgy nagyságrendileg olyan 100-110 ezer kilométert sikerült egy évbe beletolni az autóba, meg saját magamba is. De hát akkor még azt hittem, hogy fiatal, friss erő, ugye a mai 40-esek, a tegnapi 30-asok, hogy mindent lehet uralni, ezt is lehet uralni. Ment is egy darabig. Jó volt, szép volt. Azt mondom, hogy semmiért nem cserélném el, hogy csinálhattam, ugyanakkor semmi pénzért nem kezdeném el újra csinálni. A Mahart révén lehetőséget nyugodt arra is, hogy még Bécsből, arányban közel volt Győr, a Széchenyi István egyetemen is állna egy másod diplomát ez alatt az időszak alatt, egy posztgraduális képzésen, egy logisztikai szakmérnöki diplomát. Aztán 2002 közepére ugye úgy alakult a világ, annyira felgyorsult minden, a mobiltelefonok és az internet, ahogy az elején mondtam, már nem a homályi ködébe vésztek, hanem addigra azért nagyon szépen felépült minden, és a telex, meg a telefax, meg a vonalas telefon a háttérbe kezdett szorulni, és láttam, hogy fog működni ez most már a személyes jelenlét nélkül. Én magam tettem javaslatokat arra, hogy azt a ügynökségi rendszert, ami akkor a Mahartnak volt, hogyan lehet és érdemes felszámolni, és ehelyett másképpen működtetni a flottát. És gyakorlatilag mondhatom, hogy 2002 késő őszén ezt a Regensburgi ajtót én bezártam magam mögött, és hazaköltöztem, úgyhogy aztán a dolgok itthonról működtek tovább. Visszaköltöztem Mezőberénybe, mondanám, hogyha ez szószoros értelmében illet volna. Igen, laktam, de hát hétfőtől péntekig a Mahartnál dolgoztam, ahol, ahogy hazaköltöztem, kaptam egy új állásajánlatot. Akkor ezt úgy hívták, hogy logisztikai vezető, megcsapta a Mahartot a privatizáció szele, mint ahogy sok minden mást, és ugye már a második hulláma volt a privatizációnak a 2000-es években, és a Mahartnak a vagyonát, ingatlanok, tengerhajózás, hajógyalító, stb. Ezeket szétszették, külön cégekbe tették, és ez a folyamányhozási üzletákként külön megmaradt, amit aztán 2003-ban szintén önálló cégbe szerveztek, ez lett a Dunakargó Kft.
és hát ezerrel, ahogy szokták mondani, beindult a privatizáció előkészítése. Én meg azt vettem észre, hogy 5 hónappal azután, hogy hazaköltöztem ennek a vonakarbonnak a igazgatói foteljében, hogyha szabad így mondani, találtam magam, és hirtelen a dolgom lett a mind a 120 valány hajó, meg a, akkor még sok száz ember, meg a millió tonnás forgalom. És hát ehhez jött hozzá a akkori, azt hiszem még ADVLT-nek hívták a akkori vagyonkezelőt, aki hát ugye kedvéképpen nyomasztott a érdekében, hogy minden rendben legyen, és hogy minél hamarabb el lehessen adni minden. Sűrű évek következtek, nagyon sokat dolgoztunk a kollégákkal azon, hogy azt a meglehetősen elmaradó struktúrát, ami akkor jellemezte a Mahartot átalakítsuk egy olyanná, amivel aztán boldogulni is lehet a piacon. És másfél, majdnem 2 évünkbe tellett, míg a működés sikerült olyan szintre hozni, hogy eredményeket tudtunk produkálni, vagyis a üzleti értelemben értékelhetővé vált a cégnek a munkája. Más kérdés, hogy mire idáig eljutottuk, addig le is adták a boltot. Mondanám, hogy a fejünk fölött, nem teljesen történt természetesen. Azt hiszem, nem árulok el nagy üzleti titkot, hogyha annyit mondok, hogy a vételár mai szemben nézve nevetséges volt, mint ahogy sok-sok ilyen privatizációs történetben annak idején. De azt mondták gazdasági szakemberek, sokszor beszéltünk sokat erről akkoriban, hogy a jóisten és az ADVLT útjai kifürkészhetett, meg nem érdemes keresni a döntések mögött a logikát, így hát aztán nem kerestük. Úgyhogy jött egy német tulajdonos, született az új gazdánk, meglehetősen fiatalon, azt hiszem, hogy 47 éves korában elhunyt Isten nyugosztalja, és ugye szokták mondani, hogy halottról vagy jót, vagy semmit nem mondunk, úgyhogy inkább csak annyit mondanék, hogy rettetesen kemény volt üzleti idegben, gyémán kemény, azt kell mondjam, és nagyon céltudatosan vitt keresztül dolgokat a saját cégeim is, meg úgy, hogy döntéshozó körökön is, meg volt az érvényesítő képessége. Csak egy rövid anekdóta róla, megtörtént a tulajdonosváltás, bebalagott a céghez, össze kellett hívni az embereket, kiállt elénk, elővette a pénztárcát, lerakta az asztalra, és azt mondta, jó napot kívánok, a nevem Gerhard Meyer, ez itt az én pénztárcám, és önök mától innen kapják a fizetésüket, ehhez tartsa mindenki magát viszontlátásra. Azt hiszem, hogy a mi legfontosabb feladatunk a történetben az volt, hogy a Dunakargó tőke erejével, meg üzleti erejével támogassuk a többi cégét abban, hogy a addigra nagyjából 100 millió eurós tartozás állományát, hogy valahogy szinten tudja tartani. Miután ő eltávozott tőlünk, újabb tulajdonosváltás jött, ezúttal egy szerb szakmai befektető, meg egy pénzügyi befektető lettek a tulajdonosok. Azt hittük, hogy itt a jó világ, a szerb tulajdonos gabonakereskedő volt, és nem kell jobb egy cégnek, mint egy ilyen tulaj. Nagyon gyorsan rájöttek, főleg a pénzügyi befektető, hogy az a struktúra, ami nálunk létezik, az nem lesz számukra megfelelő, úgyhogy néhány hónap után megkértek és megkerestek engem azzal, hogy csináljam én egyedül az egészet. Ugye volt minden cégnek saját ügyvezetője. Nagy kihívás volt, nem mondom, hogy lelkesen, de rábólítottam, úgyhogy innentől kezdve nem csak a Dunakargót csináltam, ez 2008-ban történt, hanem ez alapján, a megállapodás alapján a Erste Donau Dampfschiff Vázgesellschaft nevű osztrák hajózási vállalat, bécsi székhelyű cég, meg még 3 kisebb céget. És hát ennek a megállapodásnak volt az egyik fontos momentuma, hogy én egy héten 4 napot Bécsben voltam, egyet meg Budapesten, és mivel akartam egy kis családi életet, ezért azt csináltam, hogy gyakorlatilag minden nap jöttem, meg mentem Budapestről végre autóval. Jó volt, mert 500 km-t autózhattam naponta. Néhány év után este hazafelé már nem tudtam, hogy hol vagyok, akkor megkérdeztem a feleségem, hol vagyok. Fogalmam sincs, de mindjárt megnézem a kilométersárat, egyszerűen nem tudtam, hogy merre járok. Mindenesetre nyomtam a dolgot ezzel, azt hittem, hogy mindent lehet. Hát nem lehetett, mert többek között, csendesen mondom, az első házasságom az erre is ment, nagyjából. Aztán ugye újabb tulajdonosváltás 2010-ben, a 2008-as válság után az előző tulaj megviselték az események pénzügyileg, kiszállt, ezúttal egy svájci központú, de igazából ukrán hátterű cég lett a tulajdonos, és
És nagyjából ekkora jutottunk el odáig, hogy, amit én rengeteg embernek, bankoknak, leasingcégeknek megígértem, hogy konszolidálni tudtuk a cégek helyzetét. Ennek ellenére miután kifizettük minden adósságot és minden hitelezőnek azt tudtam mondani, hogy akkor amit megígértem, teljesítettük, én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, most a MOL megtette kötelességét is magától megy. Úgyhogy 2011-ben itt tovább léptem egyet. Néhány hónapot mondhatom úgy, hogy nyaraltam a Balatonon, kettőt vagy hármat, azt hiszem, aztán egy még a németországi években szerzett ismeretség okán sikerült egy német befektetővel közösen alapítani egy magyar hajózási céget, amit három évig csináltam. Voltak célkitűzéseink, egy részét sikerült elérni, volt, amit nem sikerült elérni. Ugye a három év után arra jutottunk, hogy amit felépítettünk, azt beolvasztottuk egy másik magyar cégébe. Én meg ismét tovább léptem, vagy mondhatjuk úgy, hogy ez volt az a momentum, amikor a hajózástól egyet hátra léptem. És hát azóta, 2015 óta a feleségemmel együtt családi vállalkozásainkban dolgozunk, könyvvizsgálat, adótanácsadás, pénzügyi tanácsadás, folyamat és szervezet fejlesztés, ilyesmiket csinálunk. Budaörsön élünk, van egy 7 éves kisfiam, és azt hiszem, hogy tanulva az előző két évtized hibáiból most jobban koncentrálok arra, hogy több időt töltsek a családdal, és hogy a megfelelő fontossági sorrendeket fel tudjam állítani. Igen, de egyébként említetted azt, hogy a kazánfűtőtől a vezérigazgatói minden voltál. Melyiket élvezted talán a legjobban? Hát azt hiszem, hogy mindegyiket. Én nagyon-nagyon szerettem hajózni. A hajózás egy fantasztikus dolog, nem csak azért, az előadáson mondtam, egy kedves oktatóm szerint a vas úszik a vízen, és ez önmagában egy csoda, ez valóban így van. Azokat a hajnalokat, meg reggeleket, amikor az ember nézi a felkelő napot, gőzölög a víz, alatta ketyeg a hajó, rázkodik egy picit minden, vibráció, stb. Ezeket nem lehet felülrajzolni, és nem lehet elfelejteni. Ugyanakkor nagyon fantasztikus munka és feladat volt ezt a gyakorlati tudást magammal víve átülni a túlsó oldalra, az asztal másik oldalára, és megpróbálni egy céget, amelyik még az előző rendszerből jött, hozta magával az összes baját és problémáját annak a világnak, ezt megpróbálni európaivá és moderni és eredményessé tenni, úgyhogy közben a tulajdonosok jöttek-mentek a kamrában, ugye, ahogy szokták mondani, ott voltak az oroszok a kamrában. Érdekes feladat volt ez is, embert próbáló, és a maga módján ez is nagyszerű. Gondoltad volna gyerekkorodban, amikor úgy álmodoztál arra, hogy tényleg hajós kapitány leszel, hogy mondjuk aztán nem, hogy hajós kapitány leszel, de ilyen vezérigazgatói. Hát játszmánkban is bonyolulsz, hogy fogalmazunk így. Hát azt nem. Azt nem gondoltam, azt tudtam, hogy hajós kapitány leszek. Ugye ez nem csak egy álom volt, azt hiszem ez egy elhatározás volt. Az, hogy aztán a hajózáson belül más irányokba fogok elmenni, vagy más irányokba is el fogok menni, azt őszintén szóval nem gondoltam. Én nagyon sokáig, ahogy mondtam, 97-ig én azt hittem, hogy jó az úgy, ahogy van. Aztán jött egy megkeresés, jött egy lehetőség, sokat gondolkodtam rajta, és olyan perspektívákat láttam meg benne, amiket addig nem. És csábított az is persze, hogy néhány évig külföldön lehet élni és dolgozni, ugye a mai világban ez nem tűnik akkora nagy durranásnak, de a 90-es években elmenni Nyugat-Európába dolgozni, ez nem volt annyira egyszerű és egyértelmű. Most kellett munkavállalási engedély, kellett egy cég, aki ugye biztosított mindent, hátteret, stb. Ez akkor egy kaland volt, nem olyan, mint a hajózás, egy egészen másfajta kaland, de mégiscsak egy kaland volt. És azt gondoltad, hogy egyszer elszakadsz ettől a világtól? Mert hogy ugye most már, ahogy te is említetted, egyszer csak abba hagytad. Erre megint csak azt tudom mondani, hogy egyrészt persze nem. Én azt gondoltam, hogy a hajózás az életem végéig meg fogja határozni az életemet. Másrészt azért egy kicsit sejtettem, nem amiatt, mert valami problémám volt a hajózással, vagy a céggel, vagy a tulajdonosokkal, amiatt inkább, hogy láttam, hogy a világ milyen irányba megy, és láttam, hogy már nem működik, vagy nagyon ritkán működik az, hogy valaki egy bizonyos foglalkozáson belül, akár egy bizonyos cégen belül, mint ahogy ez régen azért
mondhatni gyakorlat volt Magyarország, hogy végig tudja vinni az egész életét. Gyanús voltam saját magamnak, hogy valami más irány valamikor egyszer beköszönt az életembe. Az, hogy ezt így alakítottam, hogy ez így alakult, azt gondolom, hogy ez részben a véletlen műve is. Másrészt meg abban, hogy a hajózás után váltottam is a családi üzletben a feleségemmel együtt folytattam tovább. Ebben volt némi szándékosság és tervezettség. Úgy alakult a családi biznisz, hogy szükség lett rám benne. Korábban is persze sokat beszéltünk róla, megbeszéltük az üzleti ügyeinket, ő elmondta, hogyha valami problémája volt, de sem a cég nagyságrendje, volumene, sem a megbízások mennyisége nem nagyon indokolta azt, hogy nekem ott személyesen bele kelljen valamibe folynom is. És az, hogy én kiléptem a hajózásba és beléptem oda, ez valahogy egybeesett azzal, hogy a családi vállalkozások egy kicsit, vagy a korábbi önmagukhoz képest nagyon elkezdtek felfutni, és fizikailag is szükség lett a közreműködésemre és a segítségemre. És hiányzik a víz, a hajó, a hajózás? Igen, azt hiszem, valamennyire. A feleségem szoktam mondani, hogy menjünk el vitorlázni. Erre szoktam mondani, hogy azt inkább nem, mert annyit hajóztam, hogy az nincs kedvem. Ellenben az elmúlt években több alkalommal elmentünk nagy tengeri szállodó hajókra, amikkel nagyon kellemes utakat lehet csinálni. Lehet mondani, hogy ez nem az igazi hajózás, de mégis ugyanaz a történet, a vas úszik a vízen, mi meg rajta vagyunk a vason, és ez nagyon kellemes. Nagyon kellemes érezni azokat a nüanszokat, amiket az ember a hajó megszokott. Én például, amikor a hajó hajnalban megérkezik egy kikötőbe, akkor mindig felébredek. A feleségem megkérdezi fel, hogy mi van. Semmi, csak érzem, hogy megérkeztünk, mert a rezgések megváltoztak, és ez úgy megmarad az emberben, ez a reflex. Akkor olyan ez, mint a biciklizés, sosem lehet el. Hát nem lehet. Szabad, mert nagyon jó érzés. Nem is kell, nem is szabad, így van. A magyar hajózásról csak annyit, a belvízi hajózásról, hogy az export-import az évek óta valahol a 5-7, néha egy kicsit a 7 fölötti millió tonna körül alakul, ami egyébként nagyon szép szám lenne, ha nem tudnánk azt, hogy 260 vagy 280 millió tonna teljes áruforgalom Magyarországon, hát ennek egy nagyon pici töredék százaléka, legnagyobb része, több mint kétharmada a közút, aztán a maradékon megosztozik a vasút, a hajózás, meg a csővezeték, meg a repülés. Van egy remek koncepciója az Uniónak arra, hogy a hajózás majd egyszer erősebb lesz, és azt mondják, hogy 2050-ig ez a megosztás, ez 50% lesz, vagyis a vasút és a hajózás viszi a teljes belpiaci áruforgalom 50%-át. Én egyelőre nem látom ennek a jeleit, de bízom benne, hogy így lesz. A körösök vízgyűjtő területének nagyobb része, kicsivel több mint 50%-a Romániában van, a többi az még gyakorlatilag a Tiszán túl. Ez egy ilyen ágas, bogas, sok mellékágas, mocsaras vidék volt valamikor egészen a nagy 18. századi szabályozási munkák megkezdéséig. Egyébként ennek óriási pozitív folyamánya az, hogy a Békés-megye területén ugye a Körösök és a Marosnak a hordalék vidék egy olyan termőföldet hagyott maga után, ami egyesülve ezzel a mikroklímával, a napsütés, stb. Tehát egy olyan zöldségtermesztésre alkalmas területet generált, ami a világon 2-3 van. Testvéremmel foglalkozok egy békéscsabai projekttel, és egy tanulmányt írtam, ami régen nem értek hozzá, de sikerült. És megnéztem Egyesült Államokban, Franciaországban, itt van egy-két ilyen hasonló terület, ami ezzel összevethető. Hát egy fantasztikus, mondhatjuk úgy, hogy adománya ez a topológiának, meg a a folyóknak, amik itt ágas-bogasan folytak. Nyilván mindenki tudja Széchenyi, aki amúgy is nagy reformer volt, ő volt az éllovasa ezeknek a szabályozási munkáknak, illetőleg hát nyilván a Vásárhelyi Pál volt az, aki aztán mondjuk úgy, hogy valóra váltotta ezeket az álmokat. Az alapgondolat az volt, hogy itt a társadalmi hasznosság igazából az irányadó és a mérvadó, és ezt ezen a szemüvegen keresztül kell nézni. A Körösök hajózhatóságáról csak nagyon röviden annyit, hogy a Bökkényi duzzasztó, meg a Szent Andrási vízlépcső okán ezek a vizek a kettes számú hajót kategóriához tartoznak, legalábbis a törvény szerint.
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 57 méter hosszú, 7,5 méter széles és 1,6 méter merülésű vízjárművek közlekedhetnének rajta maximum 500 tonna vízkiszorítással. Nagynak tűnnek ezek a dimenziók, a valóságban ez azért jó részt a személyhajózást vízépítésihez használandó hajókat vagy kompokat hasonló méretű eszközöket jelentenek. Dacára annak, hogy a körösök olyanok, amilyenek a hajózásnak vannak történelmi hagyományai, és valaki azt hiszem, hogy említette már, hogy egy kicsivel több mint 140 éve volt az, hogy Szarvas és Gyoma között a Petőfi csavargőzös elindult első útjára. Jól lehet, ez az egész menetrendi járat körülbelül csak egy évig tartott, mindenféle műszaki problémáknak megfeneklések miatt hamar befellegzett. Aztán a 900-as években a dolgok egy kicsit újra meg tudtak erősödni. Volt Csongrád mezőtúr békés viszonylatban személyhajózás, és volt egy kis áruforrozás is. Meglepődve láttam a fényképeket egyébként, a neten megtalálhatóak, aminek aztán a világháború véget vetett. A világháború után a MEFTE még egyszer felélesztette a személyhajózást, de ez egy a Déli Báb nevű hajóval egyébként a nagyon rövid próbálkozás volt. Joggal kérdezhetnénk, hogy miért sikerült ez ilyen rövidre. Egyszerűen a vasút és a közút fejlődése annyira felgyorsult, hogy míg a hajózás a szekerekkel versenyezve tudott nyerni a közúttal és a vasúttal, annak a sebességével már nem. Így aztán a körösök gyakorlatilag azzá váltak szépen lassan, ami tulajdonképpen ma is kedvelt horgászhelye, kirándulóhely, lehet fürdeni, és van lehetőség arra, hogy kirándulóhajókkal az ember egy kicsit hajókázza. Azért szó esjen a magáról a szakmai oldalról, már amiről itt ugye tulajdonképpen beszélted, az a körös volt. És hát azt elmondtad azt, hogy itt azért a körös nem egy olyan nagyon-nagyon hajózható, de mégis akkor mire jó a mi körösünk, mi a jövője? Hát hajózható a körös, a körösök vízrendszere hajózható. Nem mondhatnám, hogy teljes egészében. A jogszabály határozza meg azt, hogy mely részei hajózhatók a körösnek. Azt gondolom, hogy ahogy elmondtam itt az előadás során, bár a végén lehet, hogy egy picit több időt szállhattam volna rá, hogyha az elején nem olyan hosszú a felvezető rész. Szóval, igen. Szóval elmondtam én a körös hajózhatóságát, a jövőjét abban látom, ami most is van. A turizmus, a horgászat, a szabadidő, a kikapcsolódás, a kirándulóhajók, talán ezek az üdülőhajók, hogyha ezek a kis hajók itt egyszer megjelenhetnek, amelyek abszolút alkalmasak erre. A körösnek a jellege, a paraméterei, az elhelyezkedése az országon belül ezeket engedik, ezeket adják. Közgazdasági értelemben, vagy hajózási értelemben, üzleti értelemben én ezen kívül más nem látok benne. Azt gondolom, hogy nem is lesz. A közúti meg a vasúti fuvarozás olyan mértékben lefedi az itteni igényeket, és olyan mértékben jobb lehetőségeket kínál, hogy a körösökön egy tényleges és rentábilis árufuvarozásnak a megteremtése, azt gondolom, hogy csak egy álom marad. Viszont ez nem is olyan nagyon biztos, hogy baj, hiszen így megmarad a nyugalom, a természeté, meg egyáltalán abban, hogy gyönyörködjünk benne, és mondjuk nem rontja el egy ilyen nagy uszályhajó. Így van. Egyáltalán nem baj az, hogyha egyes vízterületek, a környezetnek bizonyos részei azok nem kerülnek bele ebbe a nagy gépezetbe, és nem válnak az üzlet szinterévé. Jól lehet, a turizmus egyre nagyobb üzletté válik, úgyhogy nem mondhatjuk, hogy nem üzlet. Azt hiszem, hogy könnyebb lesz megtartani a környezetet olyannak, amilyen. Könnyebb lesz fenntarthatóan továbbvinni ezt a fajta világot, amit most a körösök világa jelent. Könnyebb lesz a jövő számára továbbvinni, hogyha nem akarunk árufúvarozás jellegű üzleteket mindenképpen bele erőszakolni. A személyhajókkal, amelyek kisebbek, kevésbé szennyezik akár zajjal, akár egyebekkel a környezetüket,
Azt gondolom, nincsen messze attól a világ, hogy elektromos személyhajók legyenek, nincsen messze attól a világ, hogy valamilyen gázmeghajtású motorokat építsenek be ezek bajokra. Ezek már létező, ezek nem kísérleti stádiumban vannak, ezek már létező dolgok. Tesztelés alatt álló dolgok, azt gondolom, hogy ez nagyon hamar a valóság részévé válik. Ugyanúgy, mint az elektromos autózás, onnantól kezdve az ilyen kvázi érintetlen vízi világ, mint amilyen a körösök térsége, abszolút alkalmassá válik ezeknek a bevezetésére, és abszolút hát egy turisztikai centrumá válhat. Békés megyébe nagyon sok látnivaló, a Kolbászfesztivál, Gyulai vár, egyebek, azért van itt valami, de a vizek, az evezés, a csónakázás, a horgászat, a hajókázás, ezek remek dolgok, és azt gondolom, hogy ezek csábíthatnak ide embereket. A körösök jövőjét én hol látom? Azt gondolom, hogy ez a horgászat, kirándulás, kirándulóhajózás, ez biztosan tovább fog erősödni. Vannak arra nagyon komoly, már nem próbálkozások, hanem projektek elindultak, hogy nyugat-európai mintára, hát ilyen mondhatjuk úgy, hogy nyaralóhajókat telepítsenek az ország különböző. Én a Tiszánál is kezdték ezt az első hát komoly próbálkozást, azt hiszem, hogy 20 hajót vett a Magyar Hajózási Részvénytársaság. Ezeknek a jellemzője az, hogy 5-10 ember fél el rajtuk, van konyha, van fürdő, szóval nagyon komfortosak, és hát nagyon fontos tulajdonságuk lesz az, hogy a tömegek számára úgy várnak elérhető, hogy nem kell hozzájuk különösebb jogosítvány, meg nagyon komoly előképzettség. Ugyanez most még nincs meg náluk, bármint ennek a jogszabályi hátterére dolgoznak rajta, hogy ez így legyen, és onnantól kezdve gyakorlatilag valaki oda megy, egy kicsit tágítják a fejét, hogy ne csináljon nagy bajt azzal a hajóval, és el lehet menni egy hétig hajókázni hát azokon a vizeken, amiket erre szabadnak fognak nyilvánítani. A Tiszán ez biztos, hogy meglesz. Én azt gondolom, hogy a körösök erre ideálisak lehetnek. Ezek nem túl nagy teljesítmények, nem fognak gyorsan menni, kell egy minimális infrastruktúra hozzá, úgy értem, hogy kell tudni kikötni valahol, be kell tudni tudni a konnektorba, sokat segít az ilyeneken. Ha ez megjelenik, akkor a körösök ennek van létjogosultsága. Azt gondolom, hogy nőni fog a kishajó motorcsónakok kiszolgálására alkalmas kikötőknek a száma, erre egészen biztosan van, így látom, hogyha elmegyek Köröstarcsa felé, hogy tele a kikötő, és talán megjelennek majd azok az úszóházak, amiket itt ott a Dunán vagy a Tiszán, Szegedén is például nagyon szépen lehet látni. Azt gondolom, hogy ezeknek abszolút lesz helye a körösökön. Hát akkor még egy kérdés így a végére, hogyha már egyszer mezőberénynek hallod magad, és hát az is vagy, szoktál-e hazajárni, és milyen gyakran jársz haza, és mondjuk megmutatod-e a gyermekednek is azt, hogy te hol nevelkedtél fel? Hát abszolút. A gyerek abszolút képben van. Ugye Oszi bácsi fagyja, hát ez a legfontosabb sarokkő az ő életkorában. Egyébként ő nélkülem is jár, mert már a múlt évben is volt a mama tábor, ugye édesanyám itt él Mezőverenyben, a gyerek itt volt nála egy hétig, és már most rögzítette, hogy idén 2 hetes lesz a mama tábor Mezőverenyben, és hát jön ő is, és Kecskeméten van neki 2 unokatesó, ők egy kicsit nagyobbak, de hát még egy korosztály mondhatjuk, és akkor ők együtt itt mama táboroznak. Strand, viccajozás, elmennek a sokat emlegetett Kereki hídig, meg visszabicalja, Oszi bácsit rendszeresen megtekintik, úgyhogy ők a családon belül a gyerekek abszolút képben vannak, és mi rendszeresen járunk vissza. Amilyen gyakran tehetjük, azt nem olyan gyakran, mint amilyen gyakran szeretnék, de olyan gyakran, amilyen gyakran lehet, legközelebb azt hiszem, hogy jövő héten, hétvégén jövünk egy családi eseményre, illetve 2-re egyszerre, mert 2 is lesz. És hát a mindennapokban is ott van Mezőberény az életünkben. Például a tanult kollega említette a berényi kolbászt, amit valahol Tokióban fogyasztottak. Nagyon hosszú év óta, és ez nem a reklámhelye, én a Bíró Gyuri kolbászát eszem otthon, úgyhogy 2-3 havonta bevásárolok, és aztán a hűtőből eszem a berényi kolbászt. Abszolút, hajrá Berény! Hát köszönöm szépen, és örülünk, hogy itt voltál. Hasonlóképpen örülök. És egy utolsó gondolat tényleg, látom, hogy egy kicsit belehasítottam, tényleg a legutolsó, amikor megtudtam, hogy mi lesz ennek a előadásnak a címe, akkor azonnal addig, hogy gondolkodtam volna rajta, egy 10 évvel ezelőtti sztori jutott az eszembe. Engem akkor, még aktívan dolgoztam a hajózásban, meghívtak a
Magyar Tudományos Akadémia balkáni tagozatának volt egy hozzáadási konferenciája, és meghívtak, hogy tartsak egy előadást a hajózásról. Nem mondták meg, hogy miről beszéljek, én meg azt gondoltam, hogy rettenetesen sok okos ember ül ott, és akkor is, mint ahogy most, megpróbáltam nem szlájdokat bemutatni, és nem számadatokkal dobálni őket, mert azt jobban tudták valószínűleg, mint én, hanem elmondani, hogy hogyan látom a víz oldalról a problémákat. És hát írtam a vázlatot magamnak, hogy miről fog beszélni, kerestem, hogy mi lesz a megfelelő zárszó, a végszó az egészhez, és aztán rövid gondolkodás után eszembe jutott egy karácsonyi ajándék, amit egy hajós barátomtól, Zorán Zecsevics, ami biztos nem fog semmit mondani, tőle kaptam, ő a jugoszláv, akkor már szerb volt, azt hiszem, a hajózási vállalatnak a forgalmi igazgatója, és egyszer karácsonyra küldött nekem egy nagyon szép szerb kiadású albumot a Dunáról, gyönyörű fényképek, szöveges részt, azt nem értettem, mert szerbű volt. Én esetre írt bele egy mondatot a könyv elejében, kvázi ajánlásként, leírt a szerbül, és nagyon kedves, hogy odaírt a németül is, meg angolul is, hogy én is megértsem, és azt írta bele, hogy ne feledd, barátom, a Duna összeköt minket. Úgyhogy amikor ez eszembe jutott, akkor adta magát a végszó, hogy itt mit kell mondani. Ne felejtjétek, a folyók, a hidak és mezőberény összeköt minket. Köszönöm a figyelmet!